szüleim is nagyon megértőek, és eleinte furcsa voltam mondjuk az apukámnak, hogy így nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. Most ezt nyilván, amikor már így 6 éves koromban észrevett, akkor nem örült annyira. De 6 éves korodban mind lehetett ezt tetten érni? Hát, mert csak a gondolkozásom is, ahogy hozzá, ahogy a világra tekintettem, ahogy viselkedtem, ahogy kicsit a fejemben éltem. Szintén a diplomamunkádat miből írtad? A diplomamunkámat, a szakdolgozatot az őszintesség és az autenticitás jelentősége a személyes dizájnban. Miért pont ezt a témát választottad? Ültél otthon, gondolkodtál, hogy mi legyen, megvan. Azért, mert egy inspiráció jött, és akkor hirtelen ez ugrott be. Nálunk a szakvezetőnk, az én témavezetőm is, a Momén, a Szirtes János, és a Szirtes János azt mondta, hogy én egy image művész vagyok szerinte, és mindenképpen erről kéne beszélnem, vagy ezzel kéne valamit kezdeni, mert hogy tulajdonképpen nem egy praktikus dolog, ami teljesen újba belevágni, mert én ezzel a pár év alatt most makettet építettem, szobrokat vartam, ékszereket készítettem ezüstből, meg aranyból, tehát mindenféle belekóstoltam, de ő azt mondta, hogy szeretné, hogyha a diplomám az tényleg ugye a specialitásomról szólna, és hogy szerint ez az image művészet. És ez mit jelent egészen pontosan? Tehát ezt nagyon nehéz megfogalmaznom. Tulajdonképpen inkább példákat tudok rá felhozni, egy jobban értsd, például az Andy Warhol, vagy a David Bowie, de akár nem szeretnék ilyen pofátlannak tűnni, mert nem gondolom azt, hogy én ott lennék, ahol ők, csak így tudom ezt elmagyarázni. Például a Madonna is, vagy a Michael Jackson, tehát mindig az imidzsükkel játszottak, vagy ilyen personákat hoztak létre. És hogyha így visszatekintek így az elmúlt, nem tudom, 10 évbe, akkor nálam is folyamatosan megfigyelhetők ezek a personalizálások. De nem voltak tudatosak, tehát hogy mondjuk, nem tudom, volt a zsándárk alteregom, a tetoválásom is ez a kard, abban az időszakban ez a betegség ellen harcoló énem volt a zsándárk. De volt az Artemis, aki pedig a betegség utáni ilyen perszónám volt, és így a tanáraim felhívták erre a figyelmet, hogy ezzel kezdjek valamit, és az, hogy az őszinteség és az autenticitás jelentőség, az pedig azért jött, mert hogy mondta nekem a Babarczi Eszter, ő pedig a szakdolgozat témavezetőm volt, hogy ő megnézett velem nagyon sok interjút, így végignézte minden, ami fent van a YouTube-on, azokat megnéztem, és azt mondta, hogy szerintem, ami nálam nagyon érdekes, és ami neki nagyon szembetűnő volt, hogy nagyon őszinte vagyok mindig minden helyzetben, hogy nagyon őszintén beszéltem az érzéseimről, vagy a gondolataimról. Szerintem pont emiatt voltam sokszor támadható, meg sokszor emiatt gondolták azt, hogy nagyon naív vagyok, meg buta. Pedig ez egyszerűen, nekem ez a hitvallásom, vagy az arcpoétikám. Ez annyira érdekes, hogy jó téged egyébként ilyen témában hallgatni. És pont emlékszem, amikor megkértelek, hogy legyél az interjú alanyom, ez volt a mozgatórugója az egész beszélgetésünknek, hogy akkora ellentmondás van a személyiségedben, és nem is a személyiségedben, hanem a között, amit az emberek gondolnak rólad, meg ami valójában van, hogy egyszerűen üvölt. Amikor a tanárod megnézte veled készült interjúkat, ami között azért van egy-kettő nagyon durva, nagyon mainstream, durva, hát már mi számít durvának, túlságosan szókimondó, vagy túlságosan bulváros, túlságosan, nem is tudom, de igen. Akkor ő mit szólt hozzá? Nekem egyébként több tanárom is azt mondja, hogy szereti ezeket az interjúkat, hogy bárki bármit mond, szerint, hogy ők élvezik. Például a Fábiano Émi mindig elmondja, hogy ő, ha megosztok a Facebookon, ő nagyon jól esik neki visszanézni, mert én tulajdonképpen tükörbe tudok nézni, tehát azt mondom, hogy voltak olyan szórakoztató médiában műsorok, amit megcsináltam, hogy szórakoztató műsorok, hogy mondjuk a sárban fetrengtem, és sárral dobáltak, és csúszkáltam békatalpakon. Tehát, hogy volt olyan része, amit én már nem csinálnék meg, és azt gondolom, hogy ez az egészben, tehát az egész pályafutásomban ez az a vonal, ami miatt a megítélésem az így széthullott, meg ugye ez a reality műsor, amit csináltunk. Ez az a pontja, amit már úgy újra nem csinálnék, viszont szerintem minden nyilatkozatom egyébként, hogy amit visszanézek, nem gondolom azt, hogy olyat mondtam volna, ami... Nem, én nem is a nyilatkozataidra, akkor jó, azt a műsorokra gondoltál te is. A szerepvállalásaidra, inkább ez a jó szó, tehát nem a nyilatkozataidban sosem fogalmaztál meg valami olyan
nagyon durva dolgot, vagy trágárt, vagy polgárpukasztot, ami után azt mondom, hogy hűha, ebből hogy lehet kijönni, hanem inkább a szerepvállalásaid voltak annyira másak ahhoz képest, ami most vagy. De azért jó művésznek lenni, mert ezt betudhatod egyfajta projektnek, vagy korszaknak. Megbántad? Nem. Nem? Nem bántam meg, és... Én akkor azt elfogadtam, tehát én találtam ebben egy missziót, hogy amikor az emberek 12 órát dolgoznak, akkor nem a saját, tehát hogy van épp elég problémájuk, nem akarnak még valami, egy 10 éves lánynak az okoskodását hallgatni a tévében, hanem tényleg arra van szükségük, hogy lazítsanak, hogy szórakozzanak. Tehát nem véletlenül vannak ezek a műsoroknak nézettsége van. És én azt gondoltam, hogy nekem a szórakoztatás most a misszióm, és amúgy van humorérzéken, van öniróniám, sokszor az emberek nem értették az öniróniát, és tényleg belementem olyan szitukba, amíg megcsúsztak, nem egészen jól irányítottam a dolgokat, de voltam 20-22 éves, szerintem ez így abszolút belefér, és tényleg tükörbe tudok nézni, szóval már nem csinálnám azt, de nem bánom, hogy azt csináltam akkor. Annak ott volt az ideje is, és meg kellett történni ezeknek a dolgoknak, hogy most így tudja gondolkozni. Most mi a missziód egyébként? Most milyen tetoválást varratnál magadra? És mi a misszióm? A misszióm az most az, hogy az őszintesség fontosságát hangsúlyozni akár a social médiában, de úgy alapvetően mindenhol. Hogy én azt vallom, hogy az az igazán szerethető, aki már önmaga lenni és őszinte. Mégis amikor most nézem a posztjaidat, akkor mindegyik annyira szomorú, olyan komor. Azzal mit akarsz üzenni? Valószínűleg olyan vagyok. Most ez a korszakod, vagy egyébként ilyen vagy? Alapvetően egy ilyen melankolikusabb típusú ember vagyok, szóval nem feltétlenül olyan vagyok, amit a tévében láttak rólam, hogy ilyen szórakozott, meg nagyon szenvedélyes ember vagyok, szenvedélyesen tudom szeretni a pillanatokat és a helyzeteket, amikbe kerülök, de ugyanakkor nagyon-nagyon szenvedélyesen tudok rosszul is lenni, és az, hogy a közösségi oldalamon sokszor nem mosolygok, és nem játszom el, hogy minden rendben van, Ez is egy őszinte attitűd egyébként, és ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy hol van a határa annak, hogy az embereket elszomorítom a szomorúságommal, és már azt nem csinálom, mert hogy mondjuk az utcán sem megyek úgy végig, hogy üvöltve sírok, és nem gondolom, hogy nem lennék őszinte attól, hogy visszafolytom, hogy ugye az embertársaimra tekintettel legyek. Ugyanezt a közösségi oldal is keresem ezt a határt, hogy mi az, hogy még kirakom, mert még belefér. Persze, de az választható, tehát az utcán nem tudom eldönteni, hogy el akarok-e menni mondjuk egy ordító ember mellett, de akik téged követnek, azok meg tudják dönteni, hogy akarják-e, vagy csak kérdés, hogy te akarod-e, de hogy sokan kövessenek, hogy sokan szeressenek. Ez itt két érdekes dolog. Az egyik az, hogy megtisztelem azokat is, akik szeretnek engem, és annak akkor is, lehet, hogy akkor is követnének, hogyha mondjuk több, még szomorú posztom lenne, de megtisztelem őket azzal, hogy nem használom ki az ő figyelmüket arra, hogy ténylegesen folyamatosan a negatív dolgot kommunikáljam, mert amúgy nem csak negatív van, és van, amikor tényleg csak egyszerűen ilyen melankolikus vagyok, hogy nincs erőm egy mosolyt kényszeríteni az arcomra, de attól még nem vagyok itt nagyon-nagyon-nagyon rosszul. A másik pedig, hogy nem szeretném, hogy sokan kövessenek. Uh-huh. Szóval én úgy vagyok vele, hogy szeretnék egy biztonságos kis bázist, ahol tényleg egy közösség képződik. Szóval én nem is követőknek szoktam hívni, akik engem követnek, hanem egy közösségnek, mert hogy így azt hiszem, hogy annyira értenek, meg annyira érző emberekből áll össze, hogy igazából nincs szükségem arra, hogy most mindenki bekövessen, aki igazából nincs is velem semmilyen kontaktusban, csak így jaj, nem tudom, jaj, de szép a rúzsa, jaj, de nem tudom, cuki a haja, vagy fú, de felháborítóan ocsmány, és ezért követem, hanem úgy szeretném, hogy ennek a közösségnek egy ilyen tisztasága maradjon. És pont azért is, én nem szoktam hirdetni például a vlogomat sem, nem szoktam kirakni 50-szer, hogy nézzétek a vlogomat, mert most feladtam egy új epizódot, mert úgy vagyok fel, hogy akit érdekel, az már tudja, hogy létezik ez a vlog. Amikor kijön egy friss, akkor nyilván mondom, mert ugye nagyon hektikus vagyok, és össze-vissza két hétig nem csinálok semmit, aztán valahogy egy hét után kirakom, tehát ezt úgy játszottam, hogy kint van. Ugyanakkor nem akarok is senkit magamra erőltetni, akinek ez érdekes, vagy aki érzékeny rám, vagy webből rám, annak van, ott van.
Te hogy látod magadat pár év múlva, amikor már mondjuk nem feltétlenül így a nagyvilág szem előtt éled az életedet, akkor mit fogsz csinálni? Vagy akkor is ez megmarad? Hogy tervezed? Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy akire ilyen sokan figyelnek, mint mondjuk ránk, az én esetemben én szeretnék egy ilyen társadalmi szerepvállalást ebből az egészből kihozni. Ugye már maga ez az őszinte attitűd is, ez arról szól, hogy vállalom azt, hogy mondjuk a pszichiátrián voltam, vagy vállalom csak úgy a kétségeimet egy pillanatban, hogy mik mennek keresztül az agyamon. Tehát nem kell mindig azt sugallunk, hogy minden tökéletes, tehát hogy az ideális és az ideális én és a valós én között hatalmas szakadék van az emberek nagy részénél, és én pont azt szeretném mondani nekik, hogy legyenek büszke arra, akik, hogy ne távolodjanak el saját maguktól ennyire. És most jelenleg ebben az időszakban, vagy ebben a periódusban ez nagyon aktuális. De ez mi? Te ékszertervező szeretnél lenni? Festő szeretnél lenni? Fotóművész? Filmrendező? Tehát miben látod? Van valami konkrét, amit meg tudsz fogalmazni, hogy megvan a diplomamunkám, lezártam az életemnek ezt a korszakát, te nyilván meg mindenki folyton változik, alakul. Persze. Az, hogy miről éppen mit gondol, meg mit szeretne csinálni. De te most éppen hogy vélekedsz erről? Tudsz konkrétumot mondani? Most jelenleg a diplomámban az van, hogy médiatervező művész, ez van belőle a diplomámban, hogy média designer vagyok, és valahol igazából most erre is vágyom, hogy kihasználni a médiát, a platformokat arra, hogy elmondjak olyan dolgokat, amit fontosnak találok, és amit mondtál, hogy mindig változunk, és mindegyik állomáson más lesz az, amit fontosnak tartok. Most azt gondolom, hogy erről kell beszélnünk, mert ahogy végignézem az Instagramot, és látom, hogy ott szocializálódnak ezek a tizenéves lányok, iszonyatosan kártékony, de már csak az is kártékony, amilyen filterek vannak. Tehát, hogy így rámész egy ilyen beauty filteres programra, és így megnagyítja a szemeket, lekicsinti az orrodat. Tehát, hogy konkrétan olyan távolra kerül attól, aki ő, hogy szerintem ez olyan önbizalomhiányhoz vezethet, és erről igenis beszélni kell a fiataloknak, hogy figyeljetek, ez így nem okés, mert nagyon sok influencer arról beszél a közösségi oldalán keresztül, hogy de, ez így rendben van, és néz ki így. És ők sem néznek úgy ki. Hát nem, mondjuk te az biztos, hogy nem kozmetikázod a valóságot, max színekkel szoktál játszani, azt szoktam nézni, nagyon szép beállításokat szoktál csinálni. A szüleid azok, és a környezeted mennyire tudják jól kezelni a te személyiségedet? Értenek, megértenek, meg akarnak változtatni? Nem akarnak, elfogadnak? Nekem a világon a legnagyobb szerencsém van. Szóval én olyan szeretetben élek, tehát az én környezetem, én annyi szeretetet kapok, de így én nem győzök ezért hálálkodni. Tehát én minden karácsonykor tartok egy ilyen hálaadás estet, ilyen barátainak ilyen hálaadás, nem az amerikai hálaadásra gondolok, hanem egy ilyen baráti hálaadás partit, és akkor ott nem tudom, vagy készítek nekik, múltkor ékszereket készítettem a számra, ezeket a lenyomatokat csináltam mindenkinek, hogy megköszönjem, hogy vannak nekem, mert tényleg, amit ők kiállnak az én érzelmi ingadozásaim mellett, hogy úgy mellettem van mindenki teljes vászjelességet, szóval amikor most bekerültem a pszichiátriára, akkor én konkrétan folyamatos fogadórát tartottam, mert minden barátom jött, és mindenki aggódott, és hozták a kis dolgokat, amiket szeretek, chipset, meg nem tudom, mindent. Nagyon-nagyon aranyosok voltak, magvakat, meg tehát, hogy így annyira így mellettem voltak, a szüleim is nagyon megértőek, és eleinte furcsa voltam mondjuk az apukámnak, hogy így nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. Most ezt nyilván, amikor már így 6 éves koromban észrevett, akkor nem örült annyira. De 6 éves korodban min lehetett ezt tetten érni? Hát, mert csak a gondolkozásom és ahogy a világra tekintettem, ahogy viselkedtem, ahogy kicsit a fejemben éltem, szóval amúgy nagyon sokat beszéltem, de én nagyon-nagyon fura kislány voltam, és ő nagyon-nagyon keveset találkozott velem akkoriban, és különösnek tartott szerintem. Vagy amikor elkezdtem így tinédzser lenni, és ugye Marilyn Mansont hallgattam, meg ugye művészetek felé orientálódtam, ő pedig nagyon szerette volna, hogy inkább fogorvos legyek, vagy valami olyan szakmát szeretett volna, hogy tehát, ami én, kézzelfogható. Igen, kézzelfogható, meg biztos jövedelem. Igen, biztos jövedelem, hogy tanuljak, és akkor ne az legyen, hogy mindig vértizzatok a munkával, mint ő, hanem hogy könnyebben keresek pénzt. Szóval, hogy ez így érdekes, hogy eleinte ezt nagyon megviselte.
szerintem, hogy ilyen lettem. Ennek ellenére a barátnőim többsége. Ilyenek születtél, ezek nem lettél. Ilyenek születtem. Tehát, hogy téged nem a környezetet formált, vagy nem traumák sorozata, vagy ingadozások sokasága tett ilyennél, hanem te egyszerűen ez vagy. Én földre pottyant vagyok. Nem is kívülről sem hasonlítok a szüleimre, az az érdekes például, hogy én szoktam, hogy ilyen földre pottyant gyerek vagyok. Szintén a pszichiátria mit szóltak ahhoz, hogy te forgatsz? Ja, nem forgattam, hát kb. Háromszor így saját magamat felvettem, hogy elmondom, hogy mit érzek, tehát, hogy így nem, én nagyon betartottam a szabályokat, nem, senkit nem, úristen, dehogy is, nem, meg tulajdonképpen én nekem is egy rettegés volt az, hogy én féltem, hogy bármi kiderül, hogy én ott vagyok. Tehát hiába van ott egy ilyen, meg kell fogadni, hogy nem derül ki itt semmi, és igen, tényleg nem is derült ki semmi, de nekem ez a titok, hogy így bennem van, hogy így ez megtörtént, és ezt az emberek így megtudnák máshonnan, akkor én annyira sérülékenynek éreztem magam, hogy nem hiszed el, hogy mekkora nagy megkönnyebbülés volt elmondani, mi történt, hogy tényleg ott voltam, és segítettek, és ezt átfordítani tényleg arra, hogyha másnak ilyen problémája van. Mivel segítettek egyébként? Azt el tudod mondani? Hogy mi meg fogadtad fogalmat? Hát rengeteg terápia volt. Szóval, hogy ezek beszélgetések voltak? Persze, csoportos terápiáink voltak, ugye ott egy rendszer szerint különböző kis foglalkozások, művészetterápia, volt meditáció, volt egyéni terápia, pszichiáterünk, mindenkinek volt egy pszichiátere. Szóval, hogy tényleg olyan odafigyelést és törődés, és amit egyébként a legtöbbet egymástól tanultuk szerintem. Tehát így olyan csodálatos embereket ismertem meg, pont most a hétvégén találkoztam most az egyik lányát. Tartjátok a kapcsolatot? Az egyik lányal igen, mert mindenki nagyon vigyázott a személy azonosságára, tehát nem úgy, ahogy így bejelölgetjük egymást, meg ilyenek, hanem ott mindenki nagyon vigyázott. Nyilván én nem tudtam vigyázni, pedig így 4 napig azt gondoltam, hogy senki nem tudja, de aztán kiderült, hogy mindenki tudta. És egy ilyen csoportos terápia alatt így megemlítették. Így kérdeztek tőlem dolgokat ezzel kapcsolatban. De tényleg olyan, én azt mondom, hogy azok az emberek, akik ott voltak, ők érzékenyebbek, és a, hát a lelkük sérülékenyebb, de hogy ott olyan nagy szeretet volt. Nagyon jól éreztem velük magamat, ha mondhatom ezt. Hát ha valakitől el tudom fogadni így ebben a környezetben, ebből a testből, ebből a szájból, hogy jól éreztem magamat a pszichiátrián, az te vagy. Nem is lehetett volna ez másképpen. Szinti, mit szólnál hozzá, ha most ezen a ponton feltenném neked a gyors kérdéseket? Igen. Tudod, annyit kell tenni, hogy mondom a kérdést, te pedig, ami rögtön eszedbe jut, nem gondolkodsz, hanem rávágod. Jó vagy a spontán dolgokban egyébként? Szerintem én alapvetően spontán ember vagyok amúgy. Tehát nem szoktad előre nagyon meggondolni, hogy hogyan fogalmaz, mit mondj. Meg úgy semmit. Ez probléma szokott, hogy órán is, amikor tudod, egy téma van, akkor én nekem belőle még kiszakad rögtön valami, és így arra gondoltam, hogy hát kezdve gondolni, még miatt beleszólok az órába. De ezért az van, hogy folyton így beleszólok. Szóval igen, én spontán vagyok szerintem. Úgyhogy... Jöhetnek? Szinti, mi a legnagyobb félreértés veled kapcsolatban? Mondtad, hogy spontanitás, mennyire vagyok jó. Hát ez rögtön egy elég komoly kérdés szerintem egy ilyen spontán részhez. Én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb félreértés az a kultúrával való viszonyom és a tévés szereplésem. Tehát, hogy azt gondolják szerintem az emberek, hogy muta vagyok. Talán. Pusztán azért, mert bulvár műsorban szerepeltél. Igen. Közben én egy ilyen szomjazom a kultúrára, meg a tudás szomjamban, és így folyamatosan fejlesztem is magamat. De egyébként talán ez most már így elkezdett így átjönni azoknak, akikkel itt pláne majd, aki megnézi az interjút. Melyik az első és legkedvesebb gyerekkori emléked? Karácsony. Apukám nagyon sokat nem volt otthon, és karácsonykor ugye meg mindig találkoztam vele, és mentünk be a házba este, és ott volt a karácsony feldíszítve a fa, és akkor az ajándékok, és ez az élmény, hogy anyukámmal és apukámmal bementünk a házba, és így megláttam ezt. Mm-hmm. És akkor mindig az volt, hogy utána összeszedtük így a cuccokat egy nagy ilyen zsákba, és átmentünk a nagyszüleimhez, és akkor ott az unokatesommal lehettem egy 3-4 napot. Freud vagyunk? Freud. Mitől félsz a legjobban? Hát az elmúlástól. Melyik film volt rád a legnagyobb hatással az életben? Szépség és a szőr. Dianne Arbus képzeldeli portréja, a Szépség és a szőr.
De ezen kívül van még egy csomó, még nem mondhatok még egyet? De, mondd ezt nyugodtan. De a tajtékos napokat is imádom. Elég éltem azt a, pont utána lettem én is beteg, film után. Hát talán ez a kettő, ez nagyon... Ki az, akitől bocsánatot kéne kérned, és miért? Anyukámtól, mert sokszor csúnyán beszélek, mert türelmetlen vagyok. Mitől szoktál elkedvetlenedni? Mitől nem? Mit? Ja, igen. Hát, mitől igen. Szokott jó kedved lenni tényleg inkább nálad? Ez a kérdés, indokoltam. Egyébként egy pillanat alatt jó kedvem ez a dolgok, tehát ettől a helyszíntől nagyon jó kedvem van. Jaj, hát jó. Annyira varázslatos. Igen, de ez nekem is egy ilyen szerelem, hogy itt lehetünk. De egyébként van válaszom erre, hogy mitől van rossz kedv, mitől szokott rossz kedv lenni, és egyébként a pszichiátriára jutásomnak az egyik oka is volt ez, hogy ez a világ nagyon mocskos hely, és ez a mindent az érdekek és a szexualitás mozgat, és ez nekem egy akkora nagy feszültséget okoz bennem, hogy így emiatt valahogy napokig iszonyatosan rosszul tudok lenni. Pedig ezt így el kéne fogadnom, hogy van egy ilyen része is a világnak, de van egy másik része is, az én környezetem az nem ilyen. Hogyan látod magadat 10 év múlva? Nem látom magamat 10 év múlva. Mi az, amiben a szüleidnek végül igaza lett? Anyukám mindig azt mondta, hogy különleges vagyok. És most már kezdem úgy érezni tényleg, de akkor azt gondoltam, hogy valami nem oké, és odabent. De most már így kezdem el, hogy igaza vagy, és örülök, hogy hitt bennem. Fejezve a mondataimat, a korról azt gondolom, hogy? Hogy fejlődés és tudás. A stílus, amit magaménak érzek? Az mindig más. A dolog, amit a legjobban szeretek magamban? Az őszintességem és a tisztaságom. A természetességről azt gondolom, hogy? Jobb, mint a mű. A tetoválás, amit nagyon megbántam? Van a nyakamon egy női jel, amit két dolog miatt bánok. Az egyik az, hogy nem lett szépen feltetoválva, mert így beárnyékozták. A másik pedig az, hogy most így nagyon ennek a gender mozgalomnak a jelképemben nem tudok azonosulni. Úgyhogy ezt gondoltam is, hogy leszedetem. Számomra az önkifejezés legjobb módja? Számomra az önkifejezés az maga a személyiségem. És végezetül melyik a kedvenc mottód vagy idézeted? Az egyetlen dolog, ami elviselhetetlen, hogy semmi sem elviselhetetlen. Szinti, köszönöm szépen! Köszönöm!